Tiszteltem köszöntöm a nézőket, és hát folytatjuk a Covid elleni küzdelmet sajátosan. Komáromi Zoltán, háziorvos és a DK egészségpolitikus, így tökéletes a cím, ugye? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Legelőször nem is tudom, hogy egészségpolitikusként vagy háziorvosként mi a vélemény erről? Tegnap olvastam, hogy a szakrendelőket az állam ideglenesen? Kérdezem, hogy magához veszi. Nem lehet, hogy ezt mondjuk a járvány legelején kellett volna megtenni? Nem, tulajdonképpen egy falusi tűzoltó egyesület, akinek van 4 darab poroltója, azt nem szabad kivezényelni a megyeszékhelyre erdőtűzhöz. Mert más a feladata, máshoz ért, és egyébként, amíg az erdőtűz tombol a megyeszékhelyen, addig valakinek a konyhában meggyulladhat az olaj a tűzhelyen, és hogyha azt nem oltják el egy poroltóval, abból viszont a ház is leég, meg lehet, hogy az egész utca. Ez megint egy elhibázott és át nem gondolt szakmai döntés, de nagyon katonás. Igen. Ugyanis ebbe a rendeletbe az is benne van, hogy a házi orvosokat is. Na de a házi orvosok elméletileg magánvállalkozók. Itt nincs magán, meg nincs köz, itt járványveszély van, és Pety szerint egyébként 2-szer is leírja, hogy egyrészt az állam vezényelheti a házi orvosokat, másrészt pedig a honvédelm vezényelheti a házi orvosokat, és innentől kezdve az a gond, hogyha a házi orvost elvezénylik máshová, akár csak egy 5 kilométerre egy kórházba, akkor ő egyrészt ezt nem csinálta már 5-10, van aki 30 éve, magyarul megvan a diplomája, megvan a jogosultsága ahhoz, hogy ő gyógyítson, nincs meg a rutinja. Igen. Amilyen lélegeztetőgépeket én láttam 40 évvel ezelőtt, amikor végeztem, azok már a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban vannak. Igen. Tehát egyszerűen nem mennek vele sokra, hogyha egy házi, viszont ha a házi orvos nem tartja karban a saját praxisát, nem csillapítja a kiugró vérnyomást, vagy a 18-as vércukorértéket, vagy egy becsípődő derekat, akkor abból sok baj van. Jelenleg a szakrendelői hálózat az egyetlen, ahol a nem covidos betegek belátható időn belül ellátáshoz juthatnak. Ha igen, ezt most felszámolják, és nagyon katonás lesz, oda megy majd egy őrnagy, hadnagy, őrmester, igen, és ő lesz a rendelőintézetnek a katonai parancsnoka, és ő irányít, ő rendel. Természetesen nem a maga eszétől, hanem ő parancsot fog kapni valahol fönn. Nagyon kíváncsi vagyok a Magyar Orvosi Kamarának a mai aktivitására, ugyanis ami az érdekes, hogy tegnap az Orvosi Kamara elnöke Pintér Sándornál járt, és nem esett szó arról a rendeletről, ami már a nyomdába volt. Tehát az Orvosi Kamara elnökének, hogy finom legyek és diplomatikus, hát nem árulták el, hogy már egy ilyen rendelet közben a nyomdában jön ki rövidesen. Igen, igen, igen. Tehát ez megint egy olyan sunyi módon elővezetett történet, aminek jelentősége nincs, tehát a járványt nem fogja megfékezni. Viszont tönkreteszi az egyetlen még működő szférát, mintha ez lenne a cél. De az, hogy aki ilyet kitalál, az nem normális, azt meg kell mondanom. De ön szerint mi értelme van? Tehát, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy nézzük az embert, tehát, hogy minden döntés mögött, minden lépés mögött, hogy mi értelme van akkor? Jó, nézzük, az 50-es években voltak azért még jól működő kis paraszti gazdaságok, akik termeltek, leadták a terményt, csináltak belőle egy TS-t, bevitték ennek a magánvállalkozók a lovait a közösbe, a kocsiját, ha nem volt traktorja. És utána mi történt? Nem lett több a termelés tőle, mindenkinek rossz közérzete volt, esett a gazdaság, esett a mezőgazdaság, és itt is ez vár ránk. Nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy épp eszű ember ilyen rendelkezés hogy hozhat, mert az, hogy a miniszterelnök aláírja, azt aláír, amit elé tesznek. De ezt kidolgozta valaki, ezt előkészítette valaki, ezt állítólag egyeztette, bár szerintem senkivel nem egyeztettek, de ez gyakorlatilag, nézzük meg, milyen intézkedések történtek az elmúlt 1 hónapban, 1.5 hónapban.
így megy fölfel a görbe, és egy törésvonal nincs benne, holott be van zárva az ország, mindenféle tilalmak vannak, este 8-tól kijárási tilalom, 4-től 7-ig zsúfoltság van az üzletekben, és erre most az egyetlen működő részt, a háziorvosokat és a szakrendelőket most még fölborítják, mert ha csak ez a hír megjelenik, ez már elbizonytalanítja a szakrendelőbe dolgozó 3 gyerekes asszisztensnőt, aki pont azért hagyta ott 10 év után a kórházat, mert nem bírja a 3 műszakot, mert esetleg nem bírja a halott embereknek a lelki terheit, mert nem bírja. Ebbe bele lehet, ki lehet égni. Aki ezt csinálja 10-20 évig, annak nagyon erős lelkületűnek kell lenni, hogy a halált el tudja fogadni, sőt, asszisztálni tudja, mert ott Bilányos. Áll mellette. És aki azért jött el a kórházból, mert már nem bírja, most meg visszavezénylik, ez rengeteg emberi tragédiát és pszichés problémát fog okozni, amire abszolút nincs szükségünk. Világos. Még azt sem értem akkor, hogy amennyiben elvezényelnek egy házi orvost, 5 kilométerre, 10 kilométerre az ország másik felébe, akkor ki fogja az adott körzetben, a háziorvos körzetében beadni a COVID ellenes vakcinát, elleni vakcinát? Ez nagyon egyszerű. Hát Magyarország alapellátását el lehet látni 3 háziorvossal és 3 ápolónővel. Az egyik Dunántúlra rendel, a másik Budapestre, a harmadik pedig az Alföldre. Kicsit hosszú lesz a várólista, de igazából, és ezt játssza a kormány. A kapacitásokat szűkíti, a hozzáférést nehezíti, és a lakosságot pedig mindenféle számokkal hűíti, miközben tényleg Európa legrosszabb statisztikai adataival vagyunk. Egy kisvárosnyi ember halt meg ebben a járványban, pedig ezt nyáron, tavaly nyáron rendbe lehetett volna hozni, ha csak egy aprót mondok. Holtér nélküli fecskendőket tudott volna gyártani Magyarországon, van azt hiszem 2 ilyen gyár, megrendelés hiány most valószínűleg bezártnak, és akkor minden védőoltásnál gyakorlatilag 20%-kal több embert lehet beoltani, igen. Mert a holtérben nem maradott az oltóanyagból 0,1 milliliter. Értettem. Egyetlen pici dolog, hogy megcsinálni a fertőtlenítést, a maszkokat. Az a maszk, amit használnak, a sebészi maszkot, az 1-2 óráig se véd ez ellen a vírus ellen, csak az FFP2-es, és ezt is 6 óránként maximum veszélyes hulladékként ki kell dobni, és másikat kell venni. Kérdem én, hol kapható Magyarországon elérhető áron FFP2 maszk? Sehol. És egy ember, akinek le kell menni vásárolni egy héten akár egyszer, hol talál, lehet, hogy nem lesz pénze, hogy vegyen 5-6-800 forintért egy FFP2-es maszkot, holott ha nem így megy le a boltba, ilyen maszkba, akkor iszonyú nagy esélye van arra, hogy megfertőződik. Most egyik betegem úgy fertőződött meg, hogy kijött, akit meglátogatott a főnöke, kijött az udvarra, és 10 percig az udvaron beszélgettek sebészi maszkban. 2 nappal később kiderült, hogy a főnöke COVID pozitív, a beosztott kórházban van már. Na. És jó. Nem érintkeztek, tehát 1 méterre voltak egymástól 2 sebész maszkban. Tessék már megijedni, félni, mert ez a vírus, ez gyilkos. Világos. És nem vesszük komolyan, hanem mindenféle átfestésekkel, meg bűvészmutatványokkal próbáljuk igazolni, hogy mi baromira urai vagyunk a dolognak, de nem. Értettem, értettem. Milyen egy átlagos napja most akkor? Hát reggel megnézem az előző esti postaládámat, tegnap este is 3 e-mailt kaptam, hogy mit fogok ma csinálni. Egy listára kell 15 embert küldenem Pfizer vakcinára, oltópontokra, ha el nem felejti a kormányhivatal, mert a múlt héten beadott 17 emberemet elfelejtették értesíteni. Magyarul én is, meg a beteg is azt tudta, hogy ezen a héten Pfizer vakcinát fog kapni az oltópontba, csak éppen nem kapott időpontot. A diszpécser pedig nem veszi föl a telefont. Na most ez is botrány, hogy Budapesten minden kerületben van egy diszpécser, telefonszámmal, e-mail címmel, e-mailre nem válaszol, a telefon nem veszi föl. Micsoda járványügyi helyzet ez?
Érted. Ja, és akkor Sinovac vakcinát fogok kapni, holnap délután ki fogják hozni, amikor délelőttösek vagyunk, tehát véletlenül se akkor, amikor mi át tudjuk venni, és nem tudom. Még lehet, hogy ma este is jön levél, és majd holnap. A két ápolónő, mert nekem kettő van, múlt szerdán sírógörcsbe tört ki, azt mondták, nem bírják tovább. Napi 100-150 telefont bonyolítunk le, mert ez az áldott kormányhivatal, vagy kormány, vagy nem tudom ki van a koronavírus központ mögött, e-maileket küldözget a betegeknek, hogy ő rövidesen sorra kerül az oltásba, érdeklődjön házi orvosánál. Na, igen, igen. És igen. Ezért jön 100 telefonhívás naponta, hogy mikor kerülök sorra, kérdezi a 35 éves, 45 éves, mikor most éppen végeztünk a 80 éves korosztállyal. Mert annyira nem kapunk vakcinát, hogy örülök, hogy a 80 fölöttieket, plusz a nagyon súlyos cukorbetegeket, elhízottakat, sztrókon átesetteket, daganatos betegeket sikerült eddig beoltanom. És ez megy most már harmadik, negyedik hete, és egyszerűen nem tudom, hogy meddig bírjuk. Na most egy ilyen félhulla társaságot, akik most vannak a háziorvosi rendelőkbe, a többség 1500 háziorvos túl van a 70. életévén. Igen, igen, ezt tudom. Most ezt a társaságot fogják bevezényelni kórházba? Hogy jobb legyen ott az ellátás? Hát sűrűbben lesznek biztos, de jobb, többen nem. Ahelyett, hogy időben el kellett volna kezdeni a zárásokat. Én 100-szor elmondtam, egy világjárványt nem a kórház intenzív osztályán kell megoldani, hanem míg a mielőtt megfertőződött valaki. Igen. Ha van oltás azzal, ha pedig nincs oltás, akkor a karanténintézkedéseknek a szigorú betartásával. Nem tudom, 8 óra után közlekedett Pesten, én minden másnap, mert hogy addig van a rendelése. Igen. Nem, én betartom a szabályokat. Ugye? Én nekem muszáj közlekedni, haza kell valahogy érnem. Van, hogy nem találok parkolóhelyet itt a 6. kerület, 7. kerület határán, mert ugye parkolni megint csak díjmentesen lehet, és éjszaka, amikor én jövök haza, 8:30-kor, és nincs egy parkoló se hely se a Hunyadi tér környékén, az nagyon idegesít. És tele van az utca most már. Jönnek, mennek az emberek. Rendőrautót egy darabot nem láttam. Éjszaka nem alszik a vírus, éjszaka is dolgozik, mindenkit megnyugtatok. És mondom, ami délután pedig az üzletekben van, és eladók jönnek oda hozzám múlt hét végén Veszprémbe, az Obiba, megismert a hangomról, mert maszk volt rajtam. És azt mondja, miért nem érik már el azt, ami tavaly nyáron volt, hogy megadott számú kocsi volt, és amikor valaki kijött az áruházból, akkor a biztonsági őr egyet beengedett. Igen. És azt mondja, akkor nem féltünk, most meg félünk, rettegünk, nézze, tele van az áruház. Nem egyszerű. Ha lehetséges, akkor fogjuk még hívni önt, mert a járvány az még tovább, tehát a járványgörbe nem fog csökkenni ezek szerint. De jó lenne pedig, ha csökkenne. Milyen jó lenne, de szerintem nem fog. Ahogy olvasson meg, hogy most el is mondta, úgyhogy szeretném, hogyha következő alkalommal is tudnánk még beszélgetni erről. És remélem, hogy is egészséget lesz akkor még. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést és a meghívást.